Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban a legjobb nyelvtanulási applikációt szeretném bemutatni neked, amit ha kezdő vagy ha haladó nyelvtanuló szerintem mindenképpen alkalmaznod kellene. Ez pedig nem más, mint a Drops nevű applikáció. Ha lejjebb klikkelsz a videó leírásában, akkor természetesen azonnal elérhetővé válik számodra ez az applikáció. De miért mondom azt, hogy szakmailag én ezt tartom a legjobbnak? Először is beszéljünk meg pár dolgot a nyelvtanulási appokról általánosságban. Én nyelvtanárként azt látom, hogy tulajdonképpen se szeri, se száma a nyelvtanulási applikációknak, rengeteg van és létezik egymással párhuzamosan. Néhányat én is bemutattam ezen a csatornán nektek, és amikor a diákjaim eldöntik, hogy nagyon komolyan veszik az angol tanulást, és ráfekszenek a nyelvtanulásra, általában január elején és szeptember elején, akkor mindannyian örömmel mutatják nekem, hogy tanár úr, nézze, letöltöttem ezt az applikációt, meg azt az applikációt, meg amazt az applikációt a telefonomra, és amikor megkérdezem tőlük, hogy ez nagyon jó, de melyiket használod napi szinten, hát akkor kiderül, hogy még egyiket se kezdték el igazából használni. Tehát az a baj ezekkel az applikációkkal, hogy már a letöltésük ad egy olyan hamis érzetet, minthogyha te elkezdtél volna nyelvet tanulni, vagy elindultál volna a nyelvtanulás rögös útján, de aztán sajnos nem azt mondom, hogy mindenkinél, de a nagy többségnél az applikációk napi szintű alkalmazása elmarad egy idővel. Tehát az elején egy pár napig, vagy néhány hétig mindenki nagyon lelkesen használja ezeket, és aztán szép lassan valamilyen okból kifolyólag egyszerűen abba marad ezeknek a használata. Miért mondom azt, hogy ez a Drops nevű applikáció, ami egyébként egy magyar fejlesztés, miért mondom azt, hogy ez a legjobb? Az első szempont. Egyrészt vizuálisan én ezt tartom a legjobbnak és legeredetibbnek, ami csak jelenleg a piacon elérhető. Persze mondhatod, hogy mi köze a vizualitásnak ehhez az egészhez, hiszen nem az a lényeg, hogy ez egy vizuális élményt nyújtson, hanem az, hogy tanuljunk belőle. Igen, de tulajdonképpen, mint egy jó videójáték, hogyha ha tetszik neked az egész applikáció, és szívesen foglalkozol vele, és szívesen nézed a képeket, erről mindjárt részletesebben fogunk beszélni, akkor én azt gondolom, hogy ez adhat neked egy extra motivációt, és rávehet téged minden nap, hogy igenis használd ezt az applikációt, akár naponta többször. Tulajdonképpen itt is beállítod, hogy melyik a te anyanyelved, és melyik a célnyelv, tehát hogy melyik nyelvet szeretnéd tanulni, gyakorolni és elsajátítani. Három különböző szintet különböztet meg az applikáció. Van egy kezdő, egy középhaladó és egy haladó szint, és ennek függvényében fogja adagolni a szavakat. Ezzel az applikációval csak új szavakat fogsz tanulni, tehát csak szófejlesztésre és szókincs bővítésre szolgál ez az applikáció. Viszont én azt vettem észre, hogy nézegettem a különböző feldobott szavakat, hogy nem a legáltalánosabb szavakat akarja megtanítani, vagy akarja gyakoroltatni ez az app, hanem a leghasznosabbakat. Tehát, ha te más applikációkat is használsz, vagy használtál már, akkor azt látod, hogy igen, van egyfajta különbség, mondjuk azt, hogy az általános szókincs és a Drops applikáció által felkínált szókészlet között. Tehát lényegében arról van itt szó, hogy, és ez szerintem a forradalmi újítás benne, hogy a szavakat képekkel kell összepárosítanod, de én arra biztatok mindenkit, hogy töltse le és kezdjen el foglalkozni vele még a mai nap folyamán. Tehát a szavakat képekkel kell összepárosítanod, és ez tulajdonképpen behozza a gamification-t vagy játékosítás fogalmát az egész nyelvtanulásba, és tulajdonképpen a nyelvtanulást és a szókincs fejlesztést vegyíti és kombinálja
a játékosítás elméletével. Tehát az egészet lényegében úgy fogod felfogni, mint egy jó memória játék, vagy egy jó videójáték, miközben folyamatosan bővíted az angol nyelvű szókincsedet. Természetesen ez az applikáció ingyenes formában és prémium, tehát fizetős formában is elérhető. A nagy különbség a teljesen ingyenes verzió és a prémium verzió között egyrészt a szavak száma, másrészt a kiválasztandó nyelvek száma, de itt most ezen a csatornán csak az angol nyelvre koncentrálunk, tehát ingyenes formában az angol nyelv is elérhető lesz számodra, illetve, és ez, amit én nagyon fontosnak tartok, a tanórák, vagy mondjuk az időkeret hossza, amennyi időt eltölthetsz azzal az applikációval az adott napon. Ugye 5-10-15 perces órákat különböztet, vagy időkeretet különböztet meg az applikáció, és én ezt is egy nagyon hatékony újításnak tartom, hiszen nem azt érzed, hogy korlátlanul áll rendelkezésedre ez az eszköz, hanem tulajdonképpen tudod azt, hogy minden nap rászánsz a nyelvtanulásra, vagy a szókincs bővítésre 5 percet, és ha te ezen túl vagy ezzel az 5 perces időkeretem, akkor lényegében azt érzed, hogy aznap is tettél valamit az angol tanulás és a szókincs fejlesztés érdekében. Tehát én jobbnak tartom ezt a minden nap, naponta egy kicsit, mint hogyha korlátlanul rendelkezésedre állna egy végtelenített időkerettel az applikáció. Én azt javaslom neked, hogy minden nap szánj rá 5 percet, fogd fel ezt egy jó játéknak, egy jó memóriafejlesztő gyakorlatnak, és tulajdonképpen ugye az okostelefonod segítségével akár reggel munkába vagy iskolába menet a buszon, akár mondjuk napközben egy kávészünet alkalmával, akár este lefekvés előtt kimondottan alkalmas arra ez az applikáció, hogy egy kicsit foglalkozz az angol nyelvvel. Szakmai szempontból azt mondom, hogy én ezt egy ideális kiegészítő eszköznek tartom. Természetesen ez nem fogja helyettesíteni az összes többi gyakorlási formát és eszközt, tehát a beszédet, a szövegértést, a hallgatást, vagy angol nyelvű filmek nézését, de napközben arra, hogy a buszon vagy ebédidőben is tudj egy kicsit gyakorolni, arra én maximálisan alkalmasnak és ideálisnak tartom. Tehát azt javaslom neked, hogy töltsd le ezt az applikációt még a mai nap folyamán, és kezd el napi szinten használni. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!